Sziasztok, Zazoka vagyok. Elérkeztünk a második PS3-as különleges játékhoz, játékbemutatóhoz. Metal Gear Solid 4. Nem tudom, hogy ki számított rá egyáltalán. Ugyanis ez a játék nem kap... Hát bár mostanában kapott figyelmet, mert ugye készült természetesen a legújabb része, és PS4-en ki is jött belőle egy ilyen játszható demo belőle, amit egészen drágán lehetett megvenni. Én még nem is vettem meg, várom azt, hogy mikor megy le annyira az ára, hogy nekem azért megére pénzt kiadni. Tudjátok, mikor néztem a játékokat, és akkor hó, Metal Gear, hoppá, te persze, hát megvan nekem a játék, és milyen jó kis részekkel játszottam ugye a Metal Gear sorozatból. De tényleg, volt egy idő, hogy itt teljesen kiment a fejemből, és nem úgy, mint mondjuk az Uncharted, hogy jön neki belőle a részek, tudjátok, és nyomják, ugye hát PS3-nál is ugye három rész volt, plusz még ugye a többi játék, amit meg lehet említeni a Naughty Dog-tól, és bizony Metal Gear, mármint ugye a nagy Metal Gear-ből, ott viszont tényleg a 4, és más nem jött ki. Srácok, nézzük meg! Nekem már most ilyen békanagyság libabőreim nőttek, azt a mindenit. Persze én annyit megsugok, hogy igen, hogy mindegyik játékkal én egy kicsit játszugattam. Egyrésztről, hogy milyen részeket vegyek fel nektek. Nem mindegyik játék alkalmas arra, hogy a játék elejét bemutassam. És a Metal Gear is ilyen, de természetesen fogunk látni belőle részeket. No, nézzük! Changed. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War has changed. Stay on the offensive! Snake, we've got to go. We found him. In the Middle East. What? Oh, again. Csengő hangot kell újítanom. Hát nem. Hallgatott meg a kérésed. A végre. Ezzel kellett volna kezdeni, Otakon, ki vagy rúgva. Végre. Hangdompítós. És altató. Vagy bénító. Mit nézesz? Nehogy már... Nézze a nyomomat! Ó, öreg, meg fogsz halni. Öreg, meg fogsz halni. Meg fogsz halni, öreg. Most komolyan, nem jobb lett volna, ha nem veszel észre? Aj, komolyan mondom, olyan kis hülye vagy. Hello, kedves... Majom uraság.
Egészségedre. Igen, az kell. Jaj, ne! Talán ez az, amit leginkább nem szeretek a Metal Gearben, srácok. Hát tulajdonképpen ugye arról van szó, hogy ugye el tudunk bújni egy dobozba, el tudunk benne rejtőzni, fedezékként használni, illetve hát ilyen hordóba. Nem tudom, ez nekem annyira nem szimpatikus itt a Metal Gearben. How the hell did you ever survive 10 years? Fox. Snake? Snake. Oh, de durva. Mario. Move. És itt... tiszta! Erre jöttök? Tiszta? Tiszta? Jöhettek? Contact! És mértékben? Aha, nem, akkor nem tiszta. Hanem izé, kontakt van. Oké. Okay. És ezt hogy oldjuk meg? Egyik katonánk belesétál? Ah, jó van, menjünk. Menjél! Yeti. És itt most mi lesz? Au, ez mi? Itt most be akarnak majd jönni a lyukon? Ó, ez nem jó. Villanógránát. Basszus. Meghaltok, meghaltok, meghaltok. Ez az, ez az, ez az. Arr de király. Szerettem, mikor nem hülyék kell. Kell bunyóznom. Tiszta. Nem tiszta. Mégse nem tiszta. Mégse nem tiszta. Basszus. Azt a durva. Hú, itt nagy bunyó lesz. Ja, hogy ennyi? Oké. Okay. Lőjetek, lőjetek, lőjetek. Ne kérdezzetek, lőjetek. Hívom, mama, menjetek haza. Hello. Ó, de állat. Menjünk a mellékutcánkba. Bocs. Lab where Naomi's being held. It's to the north. Sziasztok, kedves nézői! Ez már nem tudom, hogy hanyadik verzió, amit ebből az Act 2-ből fölveszek. A negyedik után már nem számoltam. A Metal Gear Solid 4-ről kellene beszélnem, és azt vettem észre, hogy teljesen össze-vissza csapongok, össze-vissza elkezdek beszélni, belezavarodok a mondaminalomba, és ezért úgy döntöttem, ne kell nektek végighallgatni ezt a szerencsétlenkedést, vagy nézni ezt a szerencsétlenkedést, hogy itt belövök egy tájképet nektek, és nagyon röviden elkezdek beszélni a játékról. Kezdve azzal, hogy a Metal Gear Solid játéknak az univerzium az milyen régi is. Én nem játszottam a nagyon régiekkel, amely utána néztem, 1987-7-es dátum van leírva, ami nem is tudom, talán Super Nintendo vagy sima Nintendo-n lehetett akkor azokkor az első Metal Gear játék. Én a PlayStation 1-es Metal Gear Solid 1-jel kezdtem el játszani, tehát az volt nekem az első Metal
Metal Gear-es játékom. Utána még PlayStation 2-n volt egy második és egy harmadik rész. A PlayStation 3-on akkor jött ugye a negyedik rész, és most majd valamikor a PS4-en megjelenik most a legújabb, a következő rész. Illetve volt még, hát én úgy nevezem akkor most, hogy ilyen vadhajtásai, vad részei a játéknak, most például PlayStation 3-on is, illetve bocsánat, aztán bizonyos részei megjelentek PC-re is, amelyeket úgy tudnám most jellemezni ezeket a játékokat, vagy részeket, hogy kiragadtak egy bizonyos szereplőket a univerzumból, és azokat kaptak egy külön játékot. És ennyi. Én a Metal Gear Solid 1-jel játszottam teljesen végig, többször is. A 2-vel és a 3-mal játszottam, de nem játszottam egyiket sem végig. És most ugye a negyedikkel, amelyik ugye a videó szól, azt végig játszottam majdnem 3-szor. A harmadik játéknak azért kezdtem neki, mert van egy olyan játékmód a játékban, tehát hogy van egy olyan lehetőség, vagy kupa a játékban, hogy jázd úgy végig a játékot, hogy nem ölsz meg egyetlen egy ellenséges katonát sem. És ez nagyon nehéz, hát bele is buktam. Oké, és akkor térjünk át a játék történetére, amit lehetetlenség most elmondani. Inkább az, aki érdeklődik maga a játék után, röviden annyit tudok nekik mondani, hogy a Földön játszódik, de nem a mi történelmünkben, hanem egy másik alternatív történelmi vonalat mutat be nekünk a játék. Ezt ugye látni fogjátok is majd a sok kis klipben, amit összevágtam, hogy bizony itt ez az univerzum, vagy ez a történelmi vonal ezen a részen, ezen a ponton már egy kicsit ilyen skifisebb, mint ugye a milyenké. Azokkal ugye az a sok különleges teremtménnyel, ellenséggel, majd ugye később találkozni fogtok természetesen, sőt, ugye a sokukkal meg is kell majd küzdeni. Az első rész az igazán különleges volt. Olvastam az 576 kilobájt magazinban a tesztet, és azt mondtam, ez a játék nekem kell, mert igen, mégis kerestem a különleges hangulatú játékokat. És itt meg is említek akkor gyorsan egy nevet, hogy Hideo Kojima. Az ő neve mindenféleképpen felmerül, akik ismerkednek a játékkal, ugyanis tényleg ő az, aki bábáskodik szinte a PlayStation időszaktól kezdve biztosan tudom, hogy ő bábáskodik a játékok fölött, és tényleg az ő egyedi látásmódja azt teszi lehetővé, hogy a Metal Gear játékok azok olyan különlegesek legyenek, amelyek tényleg megkülönböztetik bármelyik más, mondjuk lopakodós vagy akció háborús játéktól. Köszönhetően a nagyon jó zenének, a nagyon jó átvezetőknek, szinte mesterien megkomponált zenék, tényleg merem mondani, hogy nem szinte, mesterien megkomponált zenék és átvezetők tartoznak a játékhoz. Még valamit akarok mondani a játékkal kapcsolatban. A történet bizony bonyolult. Ezért nem is kezdek nagyon bele, mert bizony esetleg spoilerkednék is a játékból. A másik pedig, hogy tehát tényleg bonyolult. Nem egyszerű elmondani azt, hogy ki kicsoda a játékban, milyen szervezet, milyen szerepet játszik itt ugye ebbe a történetbe. Én inkább csak arra hívnám fel a figyelmeteket, pláne aki még nem játszott a játékkal, hogy nézzen utána a Metal Gear játékok történetének. És nagyon nem kell megijedni, nem kell régtől kezdeni, egészen pontosan csak a Sony PlayStation 1-es Metal Gear Solid 1-jel kezdje, mert ha mondjuk akartok játszani ugye a negyedik résszel, akkor azok a szereplők az első résztől kezdve benne vannak,
Illetve, hogy itt a négyben is olyan utalások történnek, amelyik csak az első részben megtalálhatók. Tehát korábbra én nem találtam utalást nagyon. De tényleg nem egyszerű a játék története. A bocsánatot meg kell emeltenünk azokat a túszokat, de az most ugye nem fog menni. Mert tényleg nagyon össze kell szednem a gondolataimat. És ezért nem is tudom mindenkinek ajánlani a játékot, mert... nem tudom, egy biztos, hogy egy olyan fiatal, aki még nem játszott a Metal Gear-rel, nem ismeri az egész játékot, az például lehet, hogy nem is fogja élvezni a történetet, pont a játéknak a különlegessége miatt. Nem olyan, mint mondjuk a mostani ugye divatos játékok, Battlefield, God, mit tudom én még milyen háborús játékok vannak, vagy akár akciójátékok, például említeném ugye a Splinter Cell-t. Ez a játék, ez nem fogható egyikhez sem. És sajnos benne van az is, hogy ez a vonal, hogy egy kicsit bonyolultabb, egy kicsit... hát hogyha valami példát akarnék fölhozni, akkor például azt hoznám föl, példának, hogy amikor játszatok a játékkal, akkor a tényleges játékidő a sokkal rövidebb ahhoz képest, amennyi átvezető és film van a játékban. Sokkal-sokkal több átvezetőt fogtok nézni, mint amennyit a tényleges mondjuk játékkal eltölteni. Érdekes, de tényleg így van. És ezek az átvezetők például nagyon jól meg vannak csinálva. Tényleg ez is hozzájárul a Metal Gear-nek a hangulatához. Srácok, és akkor én amondó vagyok, hogy most már tényleg beszéltem az, hogy milyen részekre érdemes figyelni, milyen olyan részei vannak a játéknak, amik tényleg fontosak, ugye a PlayStation 1-től kezdve. Ugye, hogy a történet miért érdekes, miért ilyen a története, ugye az alternatív vonal miatt. És akkor én amondó vagyok, hogy most szépen nekiállok, és egy kicsit akciózni fogok, jó? És akkor, amikor az akció be is befejeződik, akkor én elköszönök tőletek. Itt jobban járok, hogyha egy gyógyító potion teszek be. Őt le lehet győzni, hogyha közel megyek? Hát le lehetett volna, ha nem fegyverrel akarom leütni. Ugye a játék tulajdonképpen tényleg egy lopakodós játék. Osonós játék. De... a játék nem... itt legalábbis a negyedik részén nem ennyire szigorú a játék. Nyugodtan lehet akciózni is. Biztos szerintem lehet, van olyan rész benne, ahol azért... a játék szeretne rákényszeríteni arra titeket, hogy lopakodjatok, hogy osonjatok. De most már elég régóta játszottam a játékkal. Azt tudom, hogy itt az első aktban biztos, hogy nem nagyon volt olyan része, ahol nagyon lopakodni kellett volna. Hoppá, basszus, a te hajnál meg? Tölts. Oké. Gyorsan... raktunk egy kis gyógyítást magunkra. Fú, várjátok, 4 vagy 5 féle nehézségi szint van a játékban. Én most a második legnehezebben játszom. Na, úgy néz ki, hogy nagyjából kus lett. Én most a második legnehezebben játszom. De még e fölött van még +2. Illetve hát azt nem tudom, hogy ha végigjátszatok valamilyen nehézségi szinten, nehezebb nehézségi szinten, hogy akkor még nyílnak meg-e plusz szintek, azt nem tudom. De azt tudom, hogy én szerintem ez a második nehézségi szint, ami egész jó be van lőve. Van benne azért kihívás is, tehát hogy nem olyan buták azért, nem olyan buta a mesterséges intelligencia, de ugye nem is nehéz, mint ahogy láttátok itt a harcnál is, hogy egész jó bírtam a sérüléseket. Oké, fiúk, lányok, és akkor tényleg nem húzom az időt. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna akkor ez én kis Metal Gear Solid 4 bemutatom. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!